Nagyon az elején vagyunk, ezért nagyon lépésről lépésre megpróbálom elmondani, szakkifejezéseket használva, rávilágítva az egésznek a miértjére az első feladat megoldását, amit konkrétan nektek adtam. Azt mondja a feladat, hogy olvasd be a rendszer bemenetéről két egész számot A és B változóba, majd az értékadó utasítások segítségével cseréld meg a két változó tartalmát. No tehát, a dolognak a rövid lényege, hogy elindítottad a Pythonnak a környezetét, sejét, és gyakorlatilag, jó, most akkor inkább így teszem ide, akár azt is mondhatnád most, hiszen nem programot írunk, hogy ugye megtanultad, hogy az A egyenlő 2, akkor itt gyakorlatilag deklaráltál egy A nevű memóriaterületet, memóriaobjektumot, amibe belepakoltál kettőt, tehát elraktározott a számítógép kettőt a memóriájára. És akárhányszor megkérdezed, azt mondod, hogy az A az 2. Most ha egy másik memória területre is sikerül eltenned egy másik számot, tehát azt mondod, hogy B legyen egyenlő 3, és az, hogy 3 egyenlő B, meg stb. Ez hasonló marhaságok, azok nem jók. Tehát ez mindig így megy. Megmondod, hogy mi legyen a memória területnek a neve, az objektumot, tehát deklarálod, később ezt példánynak fogjuk hívni, osztályváltozónak, bárminek az ég egy adta világon, de egyelőre röviden azt mondjuk, hogy változó, bocsánat, hogyha megkérdezzük a B-t, akkor arra meg azt mondja, hogy 3. A-ra 2-t, B-re 3-at. Na de a feladat azt kéri, hogy csereberéld meg ezt a kettőt. Úgy, hogy közben ne veszítsd el az egyik adatot se. Tehát, hogyha én most azt mondanám, hogy mivel én is közben vagyok, hogy akkor jó, hát akkor a B legyen egyenlő 2, A legyen egyenlő 3. Csak hogy közben, miközben ez megtörténik, én raktároztam, az én memóriám raktározta azt, hogy mi van az A-ban vagy a B-ben, nem pedig a számítógép. Mert abban a pillanatban, mihelyt azt mondom, hogy B legyen egyenlő 2, akkor már az A is 2, meg a B is 2. Tehát fogalmunk nincs, hogy mi volt eredetileg a B-ben. Csak én emlékszem rá, a számítógép már nem, hogy abban bizony a 3 volt. Tehát ez így nem működhet az algoritmikus gondolkodás. Mi a búbánatot lehetne akkor csinálni? Hát azt lehetne csinálni, hogy a számítógép folyamatosan tudjon azokról a dolgokról. Azt mondanánk, hogy a C-be tegyük át a B-t, ezáltal a B-ben is és a C-ben is 3 van. Most már tök mindegy, hogy mi van a B-ben, mert tudjuk, hogy a C-be átpakoltuk, belerakhatjuk azt, ami az A-ban van. És innentől fogva most már tudjuk, hogy mi van a B-ben, a 2, és az A-ban is a 2 van, de megvan a B régi értéke is, azt pedig tegyük bele a C-be. Illetve a C-ből tegyük bele az A-ba. Innentől fogva az eredeti felállás, mely szerint az A-ban 2, a B-ben pedig 3 van, ezzel a 3 darab értékadó utasítással megcserélődött. Az A-ban van a 3, B-ben pedig a 2. Csöndesen mondanám, hogy ennek van egy olyan megoldása is, amikor nem vezetsz be egy harmadik változót, memóriaterületet, nem pakolod félre az egyik változó tartalmát, hanem megoldod A-val és B-vel ügyesen, rafináltan. Na nézzük, hogy ebből hogy lesz program. Fáj, új fáj. Hoppá, nem tudom kicsapni ide félre. Aha, de így ki tudom. És akkor fáj, szévesz, és valahova lementem. Nem tudom, hova mentettem eddig, mondjuk érettségi programozás, nagyon jó. És azt mondom, hogy ez ugye a cserebere program.
Mit kértem, hogy mi legyen a neve, nézzük csak meg, mert erre is pontot fogok adni, ugye csere PY, tehát ha nem írom össze-vissza, akkor azt mondom, hogy csere, és ez lesz a állványnak a neve. Először is mindig tájékoztatom a felhasználót. Én nem nagy P-vel, hanem kis P-vel írom, tehát print, idézőjelben azt mondom, hogy két változó cseréje a memóriában. Ezt kiírta a programom, kiírja a programom. Utána bekérem az A változó tartalmát, mivel egész számként kérem, és már ezt megtanultuk, ezért bátran leírom, hogy a végeredményünk egész szám. Bekérem a változót, tehát input, utasítás, és tájékoztatom a felhasználót, hogy az A változó tartalmát kérem. Két, ide írom, hogy egész, és akkor nem kell többször leírnom, egész típusú változó cseréjem, kérem. Ide azért ezek egy szó közt, hogy szebb legyen. Ezek után Ctrl-C, és itt Ctrl-V, mert azt mondom, hogy hopp, legyen a B. Na most csak azért, hogy ugye ez csak gyakorlás, memóriajáték. Csak azért, hogy gyakoroljuk a kiírást, elmondanám, hogy kiírom, hogy az A abban tárolt egész szám, kettős pont, és ide írom ugye százalék D, hogy az A változó tartalmát fogom írni, és csak azért, hogy mert lusta vagyok, de nektek érdemes lenne gyakorolni, a B-ben tárolt egész szám nem az A, hanem a B. Na most idáig mentsük el, nézzük meg, futtatom egy F5-tel az egészet, és akkor itt van két egész típusú változó cseréje a memóriában. Igaz, ez megint nem jó a szöveg, két egész típusú változó tartalmának cseréje, tehát nem a változó cserélem, hanem a tartalmát. Tehát azt mondom, hogy az A változó tartalma 3, a B változó, na tessék, ott nem javítottam ki, 5, és akkor itt van, hogy az A-ban tárolt 3, a B-ben tárolt egész szám pedig az 5. Idáig futott a program, és közben megnézem, hogy itt a másolás során, itt B van, és a B helyett a B változó tartalma, és két egész típusú változó tartalmának cseréje a memóriában. Jó, Ctrl-S. És akkor most jön a cserebere. Emlékeztek? Azt mondtuk, hogy először vezessünk be egy C-t. C legyen egyenlő pont a B-vel. Ezek után a B-be már berakhatom az A tartalmát. És a végén az A-ba berakom a C tartalmát. Mint az itt a piros, hol a piros. És ezek után Ctrl-C, Ctrl-V, de ide írom legalább tájékoztatóként, hogy print, idézőjel a csere elvégzése után betűket hagyok ki, csere elvégzése után mi történt? Nézzük meg, futtassuk, miután mentettük F5-tel. Kérem az A változót, ja ott van, bocsánat, a kurzor, az nem helyes, azt mondja, hogy mondjuk legyen 6, ez pedig mínusz 8, a B változó. Nézzük, A-ban tárolt egész szám 6, B-ben tárolt egész szám 8, A-ban tárolt egész szám mínusz 8, B-ben tárolt egész szám 6.
arra, hogy két memória tartalmat folyamatosan cserélgessünk, mindig és nagyon sokszor van szükségünk rá az informatikában. Tehát megváltoztatni, átírni, esetleg megőrizni. Úgyhogy ez a feladat megoldás, hajrá, ha nem ment önállóan, megnézted a videót, csináld meg a videó alapján. Szevasztok!